Köszöntjük kedves nézőinket a Pillbox Kávéház elől. Épp fiatalok lépnek ki az épületből, velük beszélgetünk. Sziasztok! Kik vagytok és hová tartotok ilyen sietősen? Én Petőfi Sándor vagyok, ők itt a barátaim. Ma reggel eljött az idő kivívni a szabadságot. Megyünk az egyetemekre forradalmárokat toborozni. Tegnap előtt Bécsben is kitört a forradalom, mi sem vagyunk különbek náluk. Gyertek az egyetemre! Igen, menjünk! Gyertek! Néhány óra alatt egy egész tömeget sikerült összegyűjteni. Igen, elmentünk az összes pesti egyetemre és hívtuk a diákokat, akik az órák helyett örömmel csatlakoztak hozzánk. De akad itt egy pár járókelő is. Mi lesz a következő állomás? Elmegyünk egy nyomdába, Landererhez, és kinyomtatjuk a 12 pontot, meg a nemzeti dalt, amit már a barátaimat el is szavaltam a Pillboxban, meg néhány egyetemen is. A cenzúra nem fogunk várni, mert úgyis elutasítanak. Megyünk egyből a nyomdába. A nép nevében követeljük a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatását. De hát ezen nincs is lehet a cenzor pecsétje. Mert különben áramszakot alkalmazunk. Akkor azt javaslom, hogy foglaljon, legyen. Ezt a sajtót a nép nevében lefoglalom. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Talpra magyar, ki a haza? Itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Elérjétek a céljaitokat. De miért is küzdötök? A követeléseinket 12 pontba foglaltuk, melyeket már ki is nyomtattunk. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését, felelős minisztériumot Budapesten, évenkénti országgyűlést Pesten, törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereget, közös teherviselés, urbéli viszonyok megszüntetése, esküdtség, képviselet, egyenlőség alapján. Nemzeti bank, a katonaság, esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Még sok idő van hátra a napból, és eddig minden békés mederben zajlik. Merre mentek legközelebb? Először a városházára megyünk. Úgy hallottuk, tárgyalják az ügyeinket. A tömeg kérése, hogy menjünk Budára, és szabadítsuk ki Táncsicsot a börtönéből. Meg az, hogy a Nemzeti Színház este a Bánkbánt játsza. Ezeket még meglátjuk. Köszönöm, sok sikert a továbbiakra! Farkas Laura tudósította a forradalmi televíziót Albert Mirsáról.